Ugye voltál gyermek, mi most is vagy. Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játsz minden át, mint az élet kínált neked. Beütlettél, azt hiszed, hiszen most is játszol, s komolyan veszed. Pedig a rejtély, mit soha meg nem lehetél, még most is vár, ahogy megjöttél, s indultál. Azt mondom, játszunk tovább, újra így, és a nem szól, hallgatunk, a szél is csendesebb, gyertek, üljünk közelebb, ez a búcsú éjszakánk, szóljon a dal hozzád, jó barát. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Holnap már távol vagyunk. Húsz reánk, minket bántott a fény, az is, hogy elhagyjuk egymást. Együtt leszünk még egy hosszú éjszakán, vígan át vírasztjuk, ahogy tettük sok-sok éven át. Hosszú még az út, és közben valamit megy az idő, haladunk, belül ég alán mit adhatunk, az utas a szív a peronon áll. A történet él, mi lapozunk, regény az élet, néha elfutunk, az utas a szív a peronon.
Tisztelesen megjelent kedves vendégeinket, tanárainkat, a Ballagok családtagjait, az intézmény diákjait és dolgozóit. Tóth Armand 12. B-osztályos tanulót hallhatják. Vigyázz magadra! Tudd, hogy mindenki csak abból adhat, ami neki is van. Boldogságot boldog embertől kaphatsz, boldogtalantól soha. Segíteni az erős képes, a gyenge nem. Tudást az adhat át neked, aki maga is megtanulta, és nem csupán hiszi, hogy tudja, hanem be is bizonyította. Célokról az beszélhet, akinek voltak, és el is érte azokat. Az oda vezető útról pedig az mesélhet neked, aki végig is ment rajta. Sikerről ne fogadj el tanácsot attól, aki sikertelen. Belsőről és tartalomról pedig nem hallgathatod olyan ember útmutatásait, akinek mindössze külsőségei vannak. Tartásra nem taníthat megalkuvó, becsületre pedig nem nevelhet tolvad. Szorgalmat nem követelhet rajtad rest, helytállás tunya, bátorságot pedig gyáva. Mert mindenki csak abból adhat, amilyen van. Te gazdag vagy, annak születtél, annak neveltünk. Tehát felelősséget róttak, de ne adj magadból túl sokat, és vigyázz, kitől mit fogadsz el. Emlékezz a szavaimra. A végzősök nevében Olák Kevin, 12. V-osztályos tanuló köszönöm. Ünneplő közösség, kedves végzős diák! Szeretettel és megbecsüléssel köszöntök mindenkit a Mikszáth Kálmán középiskola ballagási ünnepségén. Mérföldkőhöz érkeztünk mindannyian, mi a végzős diákok, szülők, tanárok egyaránt. A szallagtűzéssel kezdődött meg a visszaszámlálás a középiskolai évek befejezéséhez. Engedjétek meg, kedves végzősök, hogy egy közel-keleti hagyomány ismertetésével kezdem gondolataimat. A közel-keleten mind a mai napig hagyomány az, hogy a nagykorú gyermeket az apa megáldja. Egy ilyen alkalommal az apa azt mondta a gyermekének: azt kívánom neked, hogy az életben sok gondod legyen, és ezzel kiment a szobából. A gyerek örült az apai áldásnak fizikai értelemben, de tartalmában bizonytalan volt, és el kell mondani, hogy egy kicsit csalódott is. Néhány nap múlva megkérdezte édesapjától, hogy miért mondta neki, hogy legyen sok gondja. Az apa így válaszolt: ha sok gondod lesz az életben, akkor egészséges vagy, és megoldod őket. Ha csak egy gondod van, akkor beteg vagy, és csak azzal foglalkozol, hogy meggyógyulj, de az nem csak rajtad múlik. Tehát, ha van egészséged, meg tudod oldani gondjaidat, és tudsz gondoskodni magadról és másokról. Magadról és másokról, most főként magunkról, később pedig másokról. Milyen gondok foglalkoztattak most is jövőben bennünket? Jön arról, hogy ki? Jön arról. A ballagás, az érettségi és a szakmai vizsgák gondjai. Itt azért állok meg, mert a fent említettekben segítségeteket vannak szüleitek, tanáraitok, osztályfőnökeitek és még az iskola. Az érettségi és a szakmai bizonyítvány megszerzésével viszont következik az ismeretlen. Az ismeretlen, amiről hallottunk már másoktól, de saját magunk nem tapasztaltuk. De azt tudnod kell, hogy az otthonod, a szüleid és az iskola mindig visszavárnak, és gondjaid megoldásában, ha tudnak segíteni. Egy idő után már gondjaink mellett megjelenik a kötelező gondoskodás, gondoskodnod is kell nem csak magunkról, gondoskodnod kell társunkról, születendő gyermekeinkről, az évek terhallott gyengülő szüleinkről. Mutassunk példát a gondoskodásból, a példát, amelyet itt az iskolában megtanulhattunk. Zárásként egy Vas Albert versre szeretnék minden végzőstársam nevében elköszönni. Szeretném, ha egyszer az lehetnék, ami leginkább lenni akarok. Ha egyszer azt mondanál valaki, megsajnáltam a bánatodat, hitetlenségedet, áborgásodat, és neked adom mind a legdrágább neked, a sorsodat, az önéletedet,
megelőzöm a teremtéseket. Akkor azt mondanám, legyek erő, a végtelenség örök ereje, aki nem néz hátra, csak előre, s nem hallja bűn vidék zenéjét. Legyek az őskor mítikus gigásza, aki számára nincs vég, határ, hogy két karommal a világot rázzam, s a hitemet, igazságommal beleüvöltsem, belekiabáljam. Eszme legyek, kirobbanásra kész, hatalmas és merész, aki előtt végtelen a szabad. Elmentés himnuszát. S ha egyszer majd az idő műhelyétől jönnek tízesebb világhajnalok, tudjam, hogy élek, dalolok, vagyok. Szeretném, ha egyszer az lehetnék, ami igazán nem lehet. Hídvégi Anna szavalata következik. Búcsúzóul, indulni kell lassan, elszálltak az évek, végzős diákjaink válaszúthoz értek. Iskolánk udvara, mindig zajtól zengő, itt állunk most némán, s nektek szól a csengő. Tovább kell most menni, ki erre, ki arra, a göröngyös utat még homályt akarja. Mint ahogy ágától a levél elszakad, felkapja a nap szél, és messzire szalad. Sohasem felejti otthonát, az ágat, ti se felejtsétek el az iskolánkat. Nem tudni, merre visz titeket az élet, de vegyétek észre mindenütt a szépet. Lépjetek előre, menjetek csak bátran, így kell haladni az élet viharában. Váljanak valóra, féltve őrzett álmok, ballagó tanulók, jó utat kívánok. Felkérem Zérci Miklós igazgató urat, mondja el gondolatait, és adja át az arra méltó végzősöknek a jutalmakat. Találkozás és búcsúzás az élet annyi csak, van, aki jön, van, aki megy, és az emlék megmarad. Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves vendégeink, szülők, hozzátartozók, barátok, diáktársak, kedves ballogó diákok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Nógrád megyei szakképzési centrum Mixárd Kálmán Technikum és Szakképzőiskola 2023-as ballagási ünnepségén. Tisztelettel köszöntöm Kribisán Gábor főigazgató urat, Vas Miklós urat, a Nógrád megyei polgárőrszervezetek szövetségének elnökét. És köszönöm nekik, hogy megtisztelték végzős diákjainkat, megtisztelték intézményünket. És hát megkülönböztetett tisztelettel köszöntelek benneteket, kedves ballagó diákok, hiszen ma mindenki miattatok, mindenki értetek van jelen, ez a ti záró ünnepségetek. Azt ünnepeljük, hogy végzős tanulóként felkészülten ültök itt. Felkészültetek arra, hogy sikeresen zárjátok középiskolai tanulmányaitokat, felkészültetek arra, hogy belépjetek a munkavilágába, vagy tanulmányaitokat egy magasabb szinten folytassátok. Ünnepünk, de kettős ez az érzés. Érthető, ha itt akarjátok hagyni tanáraitok szúrós tekintetét, a véget nem érő tanórákat, a folyamatos készülést, görcsölést, a sok megoldhatatlan konfliktus helyzet lenyomatát. Azonban épp oly érthető lenne, ha magatokkal akarnátok vinni a jó hangulatú órákat, a kiérdemelt dicséreteket, az életre szóló baráti kötődések emberi megélését, és a rengeteg közösségi program hangulatát. 3-4 évvel ezelőtt ugyanannál a megállónál szálltatok fel, de az érettségi vagy a szakmai vizsgák után más irányba mentek majd tovább. Eddig tartott a közös utunk. Ennél a megállónál mindenki visszapillant, aki állt útra, és tervekkel, reményekkel telve tekint előre. Bennünk is rengeteg kérdés van. Vajon készen álltok a feladatra? Vajon van jó tervetek? Mindent beraktunk a tarisznyátokba? Egy kicsit mi is úgy állunk itt, mint a szülők, akik hosszú útra engedik féltve őrzött gyermeküket a felnőtt küszöbén. Egy új fejezet kezdődik hamarosan az életetekben, amiről már az előttem szólók is tettek említést. Volt már több hasonló alkalom, hiszen iskolaváltásokon már túl vagytok, viszont azok a változások maguktól értetődőek voltak, vagy szülői irányítással történtek.
Már azonban elértetek egy olyan életkor, amelytől kezdve a súlyos, meghatározó döntéseket is egyre inkább magatoknak kell majd meghozni, mégpedig önállóan. Ez az önállósodás lesz a legnagyobb változás életetekben, mert ez azt jelenti, hogy nektek magatoknak kell vállalni a felelősséget is döntéseitek következményeiért. Hogy ez sikeres legyen, egyrészt kívánom nektek, másrészt azt tanácsolom, hogy nemes és reális célokat tűzzetek magatok elé, küzdjetek értük kitartóan és partszerűen, ha pedig választ hozértek, a legjobb tudásotok szerint döntsetek meg. Tisztelt szülők! Köszönöm, hogy támogatták gyermeküket a középiskolás tanulmányi évek alatt, és kérem, hogy a továbbiakban is tegyék, hiszen a meghatározó változásoknál mindenkinek szüksége van a támogatásra. Kedves kollégám! Köszönöm, hogy oly sok munkával, kitartással, küzdelemmel és emberséggel járultatok hozzá a mai ünnepre. Kívánom, hogy tanítványaitoktól visszakapjátok az eddig befektetett energiátok egy részét. Kedves balladó diákok! Néhány perccel ezelőtt, amikor számotokra utoljára szólalt meg az iskola csengője, jelképesen is megtettétek az előttetek álló út első lépéseit, most még közösen tapostuk az utat az iskola épülettől egészen idáig. E rövid út alatt elbúcsúzhattatok iskolatársaitoktól, tanáraitoktól és egymástól, közben pedig felidéztétek az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatait. Szép és boldog diákévek emlékeit, titkai, örömteli és szomorú pillanatait együtt. Befejezésül, Adi Endre szavait hívom segítségül, hogy egy utolsó intelemmel lássalak el benneteket. Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. Köszönöm. És akkor következik a jutalmazás. Kérem Bucsányi Szabolcs Kucsa Lionel Krisztián, szintén a 12. D-osztályból 4 éves tanulmány eredményéért, valamint megyei és országos versenyeken való sikeres szereplésére. Izsóf Mária Luca, 12. D-osztályos tanuló, szintén a tanulmányi eredményért, valamint az országos és megyei versenyeken való sikeres szereplésért tehet átdíjat. Spanu Gabriella Izabellát kérem szépen a 11. CTH felosztályból, kulturális életben való aktív részvételért tehet átdíjat. Szabó Bálint, 11. CTH felosztály tanulója, példás magatartásáért és jó tanulmány eredményéért. Polák Krisztófer, 11. CTH felosztály, Madács Imre és Mikszák Kálmán vers és próza mondó versenyen elért kiváló eredményéért. Kérem Dudok Virág, 12. D-osztályos tanuló, képzőművészeti versenyeken elért sikerekért lehet át jutalma. Kedves kollégáim, tudják, illetve Janita néhány diák is tudja, hogy a legkimagaslóbb és leghosszantartóbb 4-5 éven át tartó eredményes és iskola hírnevét öregítő diák tevékenységért
Nem minden évben ugyan, de szoktunk emlékplakettet is kiosztani. Az idei évben a tantestület egyetértésével úgy döntöttünk, hogy ezt az emlékplakettet Olár Kevin 12. V-osztályos tanuló veheti át a művészeti versenyeken elért eredményéért és az iskolában végzett folyamatos kulturális tevékenységéért. Van még egy tanuló, akit szólítok, ugyan ő már korábban ballagott lévén, hogy 14. A-osztályos tanuló. Varga Alexet kérem, aki kitűnő tanulmányi eredményért és az USTV-n való eredményes részvételért vehet át jutalmat. És még nem ért véget a jutalmazás, hiszen nem véletlenül van itt Hasmikus elnök úr. Megkérem, hogy a Nógrád megyei polgárőrszervezetek szövetségének nevében adja át a jutalmakat. További jutalmakat adnak át a Nógrád vármegyei polgárőrszövetség képviseletében Vas Miklós és Gál Zoltán. Bocsányi Szabolcs. Barász Szelesztin. Izsóf Mária Luca. És Radics Réka. Köszönjük szépen elnök úrnak, és még mindig nincs vége, hiszen a tanulóknak valaminek vége van, ezért ballagnak. És egy nagyon kedves és szeretett kollégánk is úgy döntött, hogy hát itt vagy minket, de csak azért, mert nyugdíjba vonunk. Így én neki is szeretnék egy emlékezetes ballagást. Kérem, kedves kollégám, a Sirokényi Hangon Judikót fáradjon ide. Hagyományt szeretnénk elindítani, mert aki több mint 4 évtizeden keresztül annyit tesz az iskoláért, amennyit kedves kolléga nő, én úgy gondolom, hogy ezek a kollégák szintén megérdemlik a plakettet, így Sirokényi Hangó Judikó részére az iskoláért végzett több évtizedes munkájáért adom át a Mikszáth Kálmán Középiskola Örökös Tamára plakettet. Nem szereti a vágott virágot, ezért ő egy cserepes virágot kap, amit viszont nagyon szeret. Hallottál a csillagszikrákról? Róluk szeretnék mesélni neked. Egyszer a kis csillagszikrától megkérdezték. Akarsz csillag lenni? Miután ránézett a hatalmas világra, ahol fénylő csillagok ragyogtak, ezt válaszolta.
Én is szeretnék ilyen csillag lenni. Csak hogy nem tudta, mit kell tennie, ezért segítettek neki. Menj és vidd magaddal, amit itt tanultál. A többiek ugyanígy csinálják. Milyen a csillagok útja? Kíváncsiskodott tovább, hiszen még nem tudott róla semmit. Amikor a csillagok útján jársz, minden rólad szól, és veled történik. A többiekkel ugyanúgy van, ezért ne felejtsd el, amit itt tanultál. Ez az egyetlen, amit tanácsolhatunk. Egyedül leszek? Kérdezte a kis csillagszikra. Sosem leszel egyedül. Kapsz magad mellé szülőket és testvéreket. Lesznek olyan csillagtársaid is, akik máshol élnek, de attól ők még a testvéreid, csak másképpen. Mi lesz, ha mégis elhagynak? Akkor sem maradsz egyedül, az ajándékot a földre is magaddal viszed. Miféle ajándékról beszéltek? Kérdezte a csillagszikra. Kis tudást kaptál ajándékba, a többit neked kell megszerezned. Egyedül menni fog nekem? Még egy ajándékot kaptál, a segítségünket. Ezért akkor sem leszel egyedül, ha a földkerekség legmagányosabb teremtményének érzed majd magad. Próbálj meg erre emlékezni. Úgy döntött, csillag akar lenni. Fénylő, kicsi szikránként érkezett. Rögtön tanulni kezdett a csillagok földi iskolájában. Hallgass a szívedre. Kihez tegődjek, ha a szívem mégse tudná a választ? Szíved mindig mindenre tud válaszolni. Te vagy az, aki nem hallgatod meg üzenetét. Mit tegyek, hogy úgy szeressenek és kövessenek, mint téged? Nem kell semmit tenned. Egyszerűen legyél önmagad. A szeretet nem cél, ahová valamikor megérkezel. Az pedig végképpnek kívánt, hogy követőid legyenek. Mert aki vonzani akar, azt taszítani fog. Amikor válaszolni tudsz a magad által feltett kérdésekre, nem lesz szükséged többé sem kérdésekre, sem válaszokra. Tekints úgy az életre, mintha utaznál. Valahonnan elindulnál, és majd valahová megérkezel. Akkor könnyebb lesz. Iskolánk zászlójának átadására, valamint a három osztály közös szalagjának felkötésére kerül sor. A szalagot felkötik 12. D osztályból Sebők Jászmin, 12. V osztályból Kis Zsófia, 11. CPHFL osztályból Spanu Izabella. Az iskola zászlaját átadják Bucsányi Szabolcs, Kíséri, Izsók Mária Luca, 12. D osztályos tanulók. A zászlót átveszik Kovács Pető Bendegúz, Kíséri, Vad Liliana, 11. D osztályos tanulók. Patat, mint az odébb rúgott kő.
ballagó diákjaink köszöntésére engedje el a galambokat, valamint köszönetet szeretnék mondani diákjaink nevében is, hogy vállalta a felkérést. Kérlek titeket, ti se felejtsétek el szüleiteket, családotokat, iskolátokat. Ha bármi öröm vagy bánat ér, az ajtók mindenki előtt nyitva állnak. Hisz a mixát és a család mindig visszavár. Ezzel ballagási műsorunk véget ért. Szeretném ismertetni a kivonulás menetét. Aki a nevét hallja, kérem álljon fel. 12. V osztály, osztályfőnök, Albert Mária Délia. Barna Barnabás Simon. Csikány Izabella. Diósi Laura Zsófia. Dudok Virág, Fodor Kornél, Gyüre Vivien, Kis Zsófia, Okolenszki Martin, Olá Kevin, Svetlik Szabina, Tóth Armand, Tóth Regina. Tizenkettedik D-osztály, osztályfőnök, Unatényi Tamás. Baranyi Zambarát Szelesztin, Belvári Beatrix Alexandra, Blaskó Fruzsina, Bucsányi Szabolcs, Izsók Mária Luca, Kucsa Lionel Krisztián, Olá Kevin, Orsó Sándor, Kuporka Kitti, Radics Bence, Radics Réka, Sebőki Ázmin, Sütő Kevin, Tóth Réka, Tóth Viktória, Török Dáma, Zemellára. 11. CPH felosztály, osztályfőnök Tácsik Eszter. Pék, Cukrász, Miklósi Lama. Rontó Viktória. Szabó Anna Mária. Tóth Rebeka Anna. Pincér, vendégtéri szakember. Balázs Karina Viktória, Bera Lili, Horváth Henrietta, Kardos Evelin, Spanu Gabriella Izabella, Szakács, Banda Tamás, Csemer László,
kereskedelmi értékesítő, Dávid Natália Erzsébet, Olá Erik, Száz György Levente. Majd az iskola vezetősége következik. Kérem, hallgassák meg első dalként Zelenák Krisztián előadásában a Győztes lép tovább, a vesztes félre áll című dalt. Kívánjuk, hogy ti mindig a győztesek közé tartozzatok. Kérem, kezdjék meg a kivonulást. Iskola zászlaja, Zérci Miklós igazgató úr, 12. B osztály és a tanulók. A vezetősége következik. Végül a szülők és hozzátartozók. A győztes lép tovább, a vesztes félre áll. Még világ a világ, mindig így lesz már. Történelem már, bár még most is fáj. Már több kártyám, véget ért a játék, nálad volt az ász, s nem lesz ráadás. A győztes lép tovább, a vesztes félre áll, nem lát több esélyt, túl nagy volt a tét. A játék meg nem áll, új partner, új barát. Jön, játszik és remél, hogy mindent elvigyél. Úgy bújtam hozzád. Én vártam, jössz emél. És bárhogy tűnt az ég, a szíved, mint a ég, oly hűvös és kemény, érzem, nincs remény. A győztes lép tovább, a vesztes félre áll.